A városi környezetben örök kérdés, hogy miként lehetséges megfelelő körülményeket teremteni a házi állatoknak. Dunaújvárosban az önkormányzat munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy mindenki számára élhető legyen a település. Ennek aprópójából készült el a város első zárt kutyafuttatója, amelyet Kálló Gergely országgyűlési képviselő és Bartendre alpolgármester adott át június 10-én. Azt tudni kell, hogy sok megkeresést kaptam ezzel kapcsolatosan, hiszen Dunai városban eddig még nem volt zárt kutyafuttató, és azért tudjuk, hogy több szempontból is fontos ez. Nyilván vannak olyan kis kedvencek, akik nem feltétlenül mindig fogadnak szót, az ő gazdáik is megérdemelnek egy kis pihenést, hogyha lejönnek, illetve olyan kutyusok is igénybe tudják venni, akik kevésbé tudtak szocializálódni akár, és egy ilyen fél órára be lehet őket egyedül is ide hozni, tudnak egy jót futkorászni. Én azt gondolom, hogy ez egy, -egy fontos lépés a felelős állattartás jegyében, és ahogy korábban elmondtam, még többiet is szervezünk ide a négyes körzetben, én legalább még kettőt szeretnék, ebben ez most ugye, kb. egy kb. 190 négyzetméter, szeretnénk még egy nagyobbat is, amilyen külön elemekkel is kibővülne majd. Kálló Gergely kiemelte, a terveik között szerepel további zárt területek kijelölése, hiszen igény mutatkozik rá a lakók részéről. Több ö, kutyafuttató is meg fog valósulni Dunói városba, pont azért, hogy a alpolgármester úr is mondta, hogy ne csak mi emberek szerezzünk a parkokba kikapcsolódást, ne csak mi tudjunk kikapcsolódni, hanem bizony a négy lábú kedvenceink is. Tehát igény van rá, hely van rá, tehát Dunói Városban már nem csak a négyes körzetben, hanem egész Dunói város szerte felmértük, felmérte az önkormányzat, hogy egyrészt hol van nagy igény a kutyafuttatókra, másrészt hova lehet őket telepíteni, és az elkövetkezendő időszakban ezeket folyamatosan ö, létre fogjuk hozni. Az alpolgármester hozzátette, a terület immáról lehetőséget biztosít különféle állatos programok szervezésére, legyen szó oktatásról, vagy akár állatsimogatóról, bemutatóról.